skóciai Szent Margit, a skótok királynője, Magyarországon született a Baranya megyei Mecseknádas mellett 1043-ban. Atya Eduárd az angol trónt vitorló Kanut elől menekült ide. Anyja Ágota, Szent István királyunk leánya. Atya 1056-ban tért vissza Angliába, ahol fia Edgár 1066-ban király lett, de 1072-ben az angolok elűzték. Özvegy édesanyja Ágota akkor gyermekeivel Skóciába menekült. Margit harmadik Malcolm skót király felesége lett. Mintaképe volt a tökéletes anyának, a hűséges feleségnek. Az irgalmasság cselekedetét gyakorolta egész életén át. Margit nagy együttérzéssel gondoskodott a szegényekről és a betegekről. Népinek jótevőjeként, a szegények segítőjeként volt ismert Skócia szerte. De az egyház nagy pártfogóját is tisztelik benne Skóciában. Templomokat, kolostorokat épített. Edinburghben halt meg 1093. november 16-án. Skóciai Szent Margit liturgikus emléknapján az egyház Szent János evangélista szavait idézi. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, és arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle. Ezt a parancsot adom nektek, szeressétek egymást. Sajnos velünk, emberekkel gyakran előfordul, hogy minél jobban szeret minket valaki, annál jobban visszaélünk szeretetével. Elengedjük vele szemben magunkat, megbántjuk. Mert a szeretetben nem fér meg a félelem. Nem félünk attól, hogy elveszíthetjük. Az ember szeretetével csak véges ideig lehet visszaélni, egy idő után sokszor betelik a pohár. Életünk során az Isten szeretetével élünk vissza legtöbbször, mert a szívünk mélyén tudjuk, hogy ő sosem fordul el tőlünk. Jézus azt kéri, hogy szeressük egymást, ahogyan ő szeretett bennünket. Nem csak elfogadni akarjuk a szeretetet, hanem önzetlenül adni is. Úgy, ahogy Jézus tette. Nincs másmilyen szeretet, csak ami a másik örömét, kedvét, javát keresi. Ami ettől eltér, az nem szeretet. Az igazi szeretetben az kell, hogy adja az ember a másiknak, amire annak belőle szüksége van. Sokszor azt gondoljuk, elég csupán érzésekkel szeretni. Eldöntjük a másik helyet, hogy mire vágyjon, minek örüljön. Pótszereket használunk, és azt várjuk, hogy azzal elégedjen meg. Odafigyelés helyett ajándékot adunk, ráfordított időnk helyett SMS-t írunk. Nem vagyunk figyelmesek, mert nem vagyunk elég tudatosak. A másikban is magunkat szeretjük. Mennyi fájdalmat okozhatunk a figyelmesség hiányával. Nem csak szívvel kell szeretni, hanem tudatosan, akarattal, ami azonban cselekedetekben nyilvánul meg. Jézus egyértelmű mércét állít, ezt a parancsot adom nektek, szeressétek egymást. Úgy, ahogyan én szerettelek benneteket. Ebben a szeretetben nem az én, hanem a te az irányadó. Erre Jézus megváltó áldozata a bizonyság. És azóta is azt adja nekünk, amire szükségünk van. Vigaszt, ha szomorúak vagyunk. Osztozást, ha keresztseket hordozunk. Lelki békét, ha nyugtalan a szívünk. És még annál is többet, hiszen az örök boldogságra hív mindnyájunkat. Az igazi kereszténynek tudatosan kell élnie, és a szeretet mellett döntenie. Cselekedeteivel alátámasztania, megerősítenie. Akkor is, hogyha ez a keskeny út nehéz és fáradtságos, akkor is, ha áldozatokkal jár. Olyan sokszor beszélünk a szeretetről, annyira elcsépeltnek tűnik, közhelynek. Az ember sokszor arról beszél a legtöbbet, ami hiányzik neki. És valóban sokszor hiába vagyunk a szeretetnek. És ha ez valóban hiányzik, ha ebben akarunk élni, Jézus példája szerint, belőle táplálkozva, vele kapcsolatban kerülve, mi tegyük meg a kezdő lépést? Mi cselekedjünk? Mi adjunk magunkból? Mi kezdeményezzünk?
a másik felé. Skóciai Szent Margit közbenjárását kérve, kérjük az ő imádságait, közbenjárását a kegyelemért, hogy mi is hozzá hasonlóan tudjuk megélni mindennapjainkban a Jézusi szeretetet.